mint a többiekkel. Azután, amikor megtörtént a házasságkötés, három gyermeket szült, és utána megtörtént, hogy olvasta Jézus evangéliumát, aki azt mondta, hogy azoknak adjunk, azoknak segítsünk, aki nem tud nekünk viszonozni. A lakomát szervezel, ne hívd meg a gazdag barátaidat, akik aztán vissza viszonozni tudják ezt, és visszahívnak téged. Hívd meg a sátrát, a bénát, a szegényeket, koldusokat, mondja Jézus az evangéliumban. És Jézus ezekkel, a Szent Erzsébet ezt a Jézusi tanítást komolyan vette. A szegényeket látogatta, vitte a szalamizsnát nekik, általában úgy festik le, a lyukban ábrázolva a szobroknál, hogy a kötényéből tére vonja a kötényt, vagy a halástját, és ott megjelenik a rózsa, vagy látszik a rózsa. Valójában ez a történet arról szól, vagy azt mutatja az a festmény, az a kép, vagy az a szobor, hogy az alapítva egyik alkalommal tényleg valóban rózsa csokorrá változott az ő imájára. Volt akkor, amikor le akarták lepezni, bizonyítani, hogy most fordja szét az őrdosság vagyonát, a szegényeknek, ugye azt, mert alamizsnát visz. Megsajnált a szegényeket. Akkor nem volt szociális szolgálat, aki sánta, béna volt, vak vagy beteg, annak megfizetett az szociális központnál olyan nem volt, mert segély. Nem volt invalid nyugdíj, sem más segély. Az uralkodók, a gazdagok, ha megszállták a szegényeket, volt, mit tegyenek, ha nem, akkor éreztek. Ha megsajnálták és fizettek orvosnak, a gazdagok, hogy a szegényt ápolják, gyógyítsák meg, akkor az meggyógyulhat. Egyébként a betegséggel meghalhat. És ezeket a nyomorgásokat látta a Szent Erzsébet, és annak ellenére, hogy az anyósa, meg a rokonsága ellenezte, nem sokat foglalkozott ezekkel a dolgokkal, mégis megtette azt, amit az Úr Jézus kért tőle. Azt mondja, a főparancs, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből felebarátod, mint önmagadat. Mikor szeretjük Istent a legjobban? Amikor mindennek teszünk az ő kedvéért, és amikor senkinek és semminek a kedvéért nem akarjuk őt megbántani. Így Erzsébetnek az első helyen, ez is egy példa, az első helyen volt Szent Erzsébetnek, mit mond az Úr Jézus, az Isten fia, mit kér tőle, és aztán törődött azzal, hogy mi a feladata a felebarátaival szemben. Aztán volt tekintettel az ő rokonságának a véleményének. És ha kellett, akkor elfogadta azt, hogy megszúrják, beszélnek ellene, rágalmazzák. Hallottuk az evangéliumban Jézus azt mondja, imádkozzatok rágalmazóitokért. És sokat imádkozott a rokonságáért. Akik beszéltek, állandóan beszéltek ellene, rágalmazták, és mindig kifogásolták őt, pedig jót tett az emberekkel. Jézus azt mondja, milyen nehéz a gazdagoknak bejutni a mennyországba. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagban bejutni a mennyországba. Itt egy gazdag, királyi lány, egész vagyont vitt el aranyban, kincsben, mint hozományt, amit az apjától kapott, második András királytól, és ezután, hogy ez megtörtént, a nagy hozomány miatt nem ismerték őt, mint özvegyet se kisemmizni. Az ő rokonjai, a férjének az egyik élő testvére, és a többi rokon sem. Ő azonban
az volt a legfontosabb, hogy érte azt, amit a Jézus tanított. Jézus az ő számára, Jézus tanítása az első helyen volt. Egy alkalommal, ez is egy furcsa dolog volt, hogy beteget nem tudott máshol ápolni, hát belépte a kastélyba, a palotába, és ott befektette a férje ágyába. Az meg hazajött a katonásodásból, és mindjárt elpanaszolták, hogy itt van már, ne csak éld a feleséget. Mikor belépett a férje a Lajos, látta a leprás, gyógyíthatatlan beteget, akkor Jézus látta benne. Elvörösödött és elszégyelte magát, hogy a szívébe vándorolt a Erzsébetet, pedig csak a beteg emberrel akart jót tenni. És nem tudta hová tenni, hát befektette a férje ágyába. És nem csak a férje élete idején gyakorolt a beteg ápolást, a szegények gondozását, hanem mikor meghalt a férje, milyen tragédia. Már megszülte a harmadik gyereket is, 3-4 éves volt a legfiatalabb gyerek, mikor az apja meghalt, illetve a Lajos Jökló Szent Erzsébet feleség férje meghalt. Milyen tragédia! És akkor nem azt mondta Istenem, hogy most engem megbüntettél, most engemet az én helyes életem miatt nem jutalmaztál meg, hát én se fogom megtenni azt, amit te kérnél. Nem krucoskodok. A tragédia, hogy egyedül maradt, hogy nevelje a 3 gyermeket, az özvegység, ez egy kihívás lett. Istenem, most is szeretlek. Ez egy nagy kérdés volt a számára. Az, hogy meghalt a férje, így is lehet megfogalmazni. Most is szeretsz? Mikor életed nehéz, periódusa fog következni? Mi, amikor a szenvedéssel szembesülünk, azt kérdezzük, miért pont én? Én templomban járó vagyok, vagy senki rosszat és semmi rosszat nem tettem senkinek. Én nem vagyok olyan, mint a többi, aki börtönben húl, ül, és nem vagyok gonosz. Nem gyilkoltam, nem raboltam, nem loptam. Miért engemet büntet az Isten valami szenvedéssel? Ő nem házadozott, hanem így inkább összekulcsolta a kezét, és imádkozott. Mert ez volt a pillanat, amikor Jézusnak, a szenvedő Krisztusnak a keresztjéhez társul, ő maga is viszi a keresztjét Jézus mellett. Aki engem akar követni, vegye föl naponta keresztjét, és úgy kövessen engem. Ezt mondta Jézus az evangéliumban. És Szent Erzsébet akkor sem fordul Isten ellen, hogy neki ellen pontosan trucoljon vele, ellenkezzen vele, hanem ellenkezőleg pont az Isten felé fordul, hogy a kereszt hordozásához az előtt Istentől kapja meg. Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én felügyítelek itt. Kinél várhatod őt előtt, kitől kaphatod előtt Szent Erzsébet, hogy hordozza azt az özvegységi sorsot, mert hogy egyedül kell fölnevelje gyermekét. Ha nem Jézusnál, ha nem Istennél. Helyes helyen kereste az előtt a kereszthordozáshoz. És utána, amikor egyik legenda szerint elüldözték Wartburg bánából, akkor sem feledkezett meg a szegényekről, odaadták azt, ami örökölt volna, meg a gyerekei, és annak az árából kórházak, vagy adott otthonát, valamikor nem voltak külön választva az öreg otthonok, meg a kórházak, minden esetre betegeket, szegényeket, gondozott öregeket, és ápolt személyesen is szolgálta őket.
mi szeretnénk elkerülni a rongyos kinézésieket, mi szeretünk a gazdagok társaságában lenni és játszani. Próbáljuk Szent Erzsébet példájára, hogy ne legyünk személyi vádokat. Örüljünk a szegényeknek, mert ha velük barátkozunk és velük jót teszünk, azok nem tudják viszonozni a jót, amit teszünk nekik. De az Isten, aki mindent lát, megutalmaz minket. Jobb tömött és túlcsoboló mértékkel fog nekünk visszamérni. A hit azt mondja, hitünk azt mondja, hogy az emberi lélek halhatatlan, és folytatja egy másik módon az életét, miután meghalt a test. A másik világban kapjuk meg a jutalmat e földi jóságunkért. Ez miatt tette a jó Szent Erzsébet. Nem csak azért, mert ő humános ember volt, hogy megszánta az emberek fájdalmait, hanem hitt abba, hogy azokba az emberekre is Jézus szeretteti. Mit mond az Istennek a szeretet? A szeretet erénye abból áll, hogy Istent mindenek előtt és önmagáért szeretjük, természetfölötti szeretet erénye pedig azt mondja, vele barátainkat pedig Isten iránti, Isten miatti, miatt szeretjük. Tehát ő is azért szerette vele barátainkat, vele barátait, mert sajnálta is őket, de azért is, mert erre Jézus bízta mindannyiunkat. Mi is próbáljuk Szent Erzsébetet ebben a meggyőződésben, hitben követni, ahogyan ő nem volt személyválogatva szeretetben, hogy viselkedjünk, ahogyan ő ellenállt a gazdagság gyűjtésének, és inkább azt felhasználta, hogy vele jótékonykodjon, ebben mi is kövessük őt, és abban, hogy a szenvedések, a megaláztatások, az öregség, az özvegység, a betegség, az élet tragédiái ne engedjük, hogy eltávolítsanak minket Istentől, hanem még inkább legyen alkalom arra, hogy belekapaszkodjunk Istenbe, aki az egyetlen, aki erőt adhat, hogy ezeket a nehéz dolgokat az életből földolgozzuk, mellé álljunk a szenvedő Krisztus mellé, és így magunknak, fele barátainknak is sok kegyelmet kiesdekeljünk Isten.